Az esős időjárás ellenére is sokan érkeztek a kanizsai bíróságra. Az érdeklődők a Csingahegyi Művészműhely alkotóinak egyedülálló, a szombati rendezvényen debütáló kiállítását tekinthették meg. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy elsőként adhatunk teret és nyilvánosságot ezen alkotói körnek, mely azt vallja, a hagyomány teremtette őket, és amit a hagyománytól kaptak, azt szeretnék megőrizni és továbbadni a jövő generációinak. A kiállítás szobrokból és festményekből, karikatúrákból és különböző egyedi technikával készült alkotásokból állt. Egy olyan tárlatot próbáltunk összehozni, ahol a fegyvert készítéstől a bőrön át, a szalmafonáson át, a faszobrászatig, a karikatúráig, a grafikus noha, mi nekünk a munkáink sokkal nagyobb terjedelműek, és kültéri munkáink vannak, de azt hiszem, aki bejön ebbe a terembe és megnézi az alkotásokat, sokszínűségét és minőségét, az nem fog csalatkozni. 2019-ben a Túri György Múzeum kiemelkedő helytörténeti gyűjteménygyarapító és múzeumpártoló munkájának elismeréseként Schmidt Istvánné Bagonyai Mária részére adományozza a Kerencsényi Edit emlékplakettet. Idén is átadták a tavaly alapított Kerecsényi Edit emlékplakettet a Túri György Múzeumban. Az alapító igazgató szellemisége előtt tisztelgő díjat az intézményt szakmailag segítő múzeumbarátok érdemelhetik ki. Az elismerést idén Schmidt Istvánné Bagonyai Mária kapta. Az éj műtárgya pedig idén egy igazi lokálpatrióta kuriózum volt, hiszen több mint 60 év után hazatért dr. Krátki István hegedűje. Ez a hegedű olyan emberé volt, aki a szívembere volt, aki példaember volt, aki István gazda néven is 1930 és 1944 között polgármesterként, hát sokak segítője és példaképe volt, mert ő úgy tette a dolgát, ahogy azt kell, nem csak a közigazgatás élén, de Kanizsa fejlődéséért és a rászorulók segítéséért is. Amint egy 1 millió forint értékű koncerthegedűt az egykori polgármester unokája Kanizsának adományozta. A hangszer ugyanakkor nem csak kiállítási tárgy lesz, hiszen szakértő kezekben meg is szólalhat majd városi rendezvényeken. Én azt mondtam, hogy aki olyan muzsikus, hogy megérdem, egy gyönyörű, szerintem nagyon szép hangú hangszer, az használja. Tehát a városi, de természetesen használják, mert egy hangszer, egy nagyon szép hangú hangszer. Szeretném, ha olyan ember használna, aki tényleg élvezi a muzsikát, és tud is rajta szépen játszani. Az érdeklődőket Dénes Sándor is köszöntötte. A polgármester elmondta, ez a rendezvény az egyik legjobb lehetőség arra, hogy a fiatalok megszeressék a múzeumot, a történelmet, őseink hagyatékát. Amikor ott van a segítő szó, mert néhány gondolatot elolvas, vagy a múzeum munkatársa mond ehhez valamit, ennél nincsen nagyobb érték és boldogság. Nos, ezt is segíti ez a múzeumok éjszakája, és hát valóban, ahogy ön is mondta, ez a mai egy különleges volt, hiszen dr. Krátki István polgármester úrra is emlékeztünk. A Múzeumok Éjszakája programsorozat a 90-es években indult, azóta pedig országszerte egyre nagyobb sikert arat. A kezdeményezés sikerét jól jelzi, hogy a vidéki múzeumokba is egyre több látogató érkezik. A Múzeumok Éjszakája számunkra itt Nagykanizsán azért is fontos, azon túl, hogy felhívja a figyelmet a múzeumra, és egy különleges eseményé teszi ezt az éjszakát, de ennek hatására évközben is többen látogatják a múzeumot, és ez nekünk nagyon fontos, hogy ez a legnagyobb ünnepünk, a Múzeumok Éjszakája, de a hétköznapokban is, és a családi napjainkon, családi szombatjainkon, ünnepélyes kiállítás megnyitónkon is az utóbbi években, évtizedben egyre többen jönnek el ide a múzeumba. Az eredetileg szabadtérre tervezett programok az esős időjárás ellenére sem maradtak el. A szervezők egyebek mellett kincskereső kalandtúrával, fotótörténeti előadással és kiállítással, valamint éjszakai bátorságpróbával várták az érdeklődőket.